Sziasztok! Újra jelentkezem. Egy kis bibliai szómagyarázó elemzéssel, ami a Jelenések könyvéből van. Tehát, ha az ember olvassa a Jelenések könyvét, akkor azt látja, hogy nem minden úgy van fordítva például a Károli Bibliába, ahogy ez az eredetibe van. Egyébként ez nem csak Jelenésekre igaz, hanem más helyekre is, és erre konkrét példákat mondanék. Például, amikor azt írja egy helyen, ugye Jelenések 5-8-ban, hogy hárfák, mindegyiknél hárfák vannak, például hárfát ír, és ugye nagyon sok gyülekezetben már nem hárfa van, hanem gitár van, de olyanok is vannak, akik azt mondják, hogy a gitáros, főleg az elektromos gitáros dicséret az nem fér bele, én találkoztam ilyennel is. Pedig, ha megnézzük az eredetit, például itt írja, hogy és mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. És itt a hárfánál nem a hárfa szó van az eredetiben, hanem a kithara, ami nagyon hasonlít a gitárszóhoz, ami egy ilyen húros gitárszerű hangszer, itt lantot ír a szómagyarázat, a hárfa őse lehet, húros hangszerről van szó. Tehát ez egy gitár tulajdonképpen, egy gitárszerű hangszer. És hát a gitárszó is ebből van, én szerintem, kitara. Illetve a másik például, hogy azt írja, hogy a Jelenések könyvében, hogy amikor van egy ilyen mennyei kép, Isten királyi széke és rajta ülő, és a 24 vén, és például azt írja a 24 vénről, hogy láttam ülni a 24 vénet fehér ruhákba öltözve, és a fejükön aranykoronák valának. És itt ez is olyan, itt az eredetiben egy diadéma van, nem a korona, hanem egy ilyen arany koszorút kell képzelni, tehát a diadéma ilyen győzelmi koszorú, amilyen az ókorban ugye most is lehet néha látni, hogy ha vannak ilyen, itt Óbudán is szoktak lenni ilyen római, mert ugye itt Aquincum, a római romok, a római múzeum van, és akkor is, ha van egy ilyen kornak megfelelően beöltözött ember, például akkor lehet látni, hogy fején ilyen koszorú van. Tehát, hogy láttatok már biztos filmeket, hogy egy kicsit értem, kibontsam, hogy olyan filmeket, ami római korban játszódik, és akkor vannak ezek a római ruhák, ezek a tógák, meg ilyesmi, és a fejen meg sokszor, ha mondjuk valakit úgy mutatnak be, hogy egy ilyen korona, vagyis egy ilyen babérkoszorú van a fején. Tehát nem az a, mert a koronára mi azt úgy asszociálunk, vagy azt gondoljuk, korona az egy ilyen, amit lehet látni királyokon, meg ilyesmi, hogy ilyen általában, hát mindenki látott már koronát, de más a koszorú. De egyébként a lényeg az a győzelmi. A győzelmet fejezi ki. És ami még kiragadnék, ami nagyon megfogott, amikor olvasom Jelenések könyvét, hogy milyen legyen az identitásunk, hogy tényleg, hogy mi nem csak ilyen megbocsájtott bűnösök vagyunk, meg ilyesmi, vagy tehát nem olyanok vagyunk, akiknek a bűnei meg vannak bocsájtva csak, és ilyen éppen, hogy kibírjuk, meg éppen, hogy el vagyunk, mert nem, hanem tehát az igében itt van a Jelenések könyve egy, hogy Jézus szeretett bennünket, és a saját vére árán véglegesen megszabadított a bűneinktől. Egyszer is mindenkor, egyszer áldozatával örökre tökéletesített minket, ugye, ahogy másik levélbe írja, és most nézzük, ő tett bennünket királysággá, ő tett minket papokká, akik Istent, az ő atyát szolgáljuk. Ővé legyen a dicsőség és hatalom örökké. Tehát így ezt meg lehet vallani, hogy
én királyságnak vagyok a polgára, a mennyi királyság polgára, és pap vagyok. Halleluja. És ez nem kevésség, hanem ez az ige megvallása. És azért jó, ha megvalljuk úgy az igét, ahogy az írja, ahogy az ige írja. A másik, ugyancsak, amit meg kell vallani, vagy érdemes megvallani, hogy a jelenések 5-9. Új éneket énekeltek a báránynak, ami így szólt. Méltó vagy, hogy átvedd a könyvtekercset és pecsétjeit feltörd, mert áldozatként megöltek, és véred árán embereket vásároltál meg Isten számára. Minden törzsből, nyelvből, nebből és nemzetből belül képítetted fel királyságodat. Isten pajpívá tetted őket, és uralkodni a földön. Uralkodni fognak a földön. És ezt ugye a négy mennyi élőlény és a 24 időskorú mennyi vezető énekli, akik imádják a bárányt. Kezükben ugye ez a gitár és a aranypohár. Az aranypoharak tele voltak tömjénnel, és a Isten népének imádságaival. És ezért ezt megvallhatjuk, igen, ami nagyon fontos, hogy én meg vagyok váltva az Jézus vér által, és én a királyság tagja vagyok, Isten papja vagyok, és uralkodok a földön. Mert most is ma uralmat kaptunk, mert megmondta Jézus, hogy hatalmat kaptunk a gonosz erői fölött, hatalmat kaptunk, hogy kígyókon és korpiókon tapossunk, semmi sem ártson nekünk. Hatalmat kaptunk, hogy betegítjük a kezünket, és meggyógyuljanak. Hatalmat kaptunk, hogy démonokat űzzünk. Hatalmat kaptunk, hogy ellenálljunk az erőnek, és elfut tőlünk. Hatalmat tőlünk. Hatalmat kaptunk tehát a gonosz felett. És ezt használni is kell. Mert a papok, azok, a papság az egy királyi nemzet. A papság az Istennek a népe, akik embereket vezetnek az Úrhoz, akik képviselik az embereket. És fontos, hogy ez legyen az identitásunk, mert én is találkoztam olyan minden testsel, aki mondja, főleg én vallásos szellemiség, hogy ó, hát én nem tudom, nekem nincs ezekre elhívásom, hogy én, mit tudom én, betegkér imádkozzak, vagy démonokat űzzek, vagy nekem nincs hatalmam, én elevickélek így, mint egy ilyen kis szegény, megtartott bűnös, és sokszor még karizmatikus vonalon is lehet ezeket hallani, aminek mondjuk az is lehet az oka, hogy voltak visszaélések, voltak ellenmondásos dolgok, voltak ilyen szuperszellemi dolgok, vagy ilyen testi dolgok, például a démonizéssel kapcsolatban és gyógyulással kapcsolatban is, és ezért valaki behúzta a fülét farkát, hogy jó, akkor ezt inkább nem gyakorolja. Ami viszont sokszor úgy néz ki, hogy ilyenkor szemért sokszor ilyen vallásos életet folytat, hogy eljár kell egy hetente egyszer, valami közösségből ott végighallgatja a vezetőt. Most nem kritikát akarok, meg nem ilyen destruktív kritika, csak hogy nézzük meg, hogy milyen nagy hatalma van egyébként tényleg a hívőnek, hogy uralkodhat, hogy pap, hogy király, hogy embereket vezet Jézushoz, és én szerintem most is tényleg vannak ellentmondások ebbe az egészbe, vagyis a gyakorlatban sokszor nem hitelesen működnek ezek, ezért szerintem például a démonűzések, ezért imádkozni kell, és kérni kell az Urat, hogy vezesse az életünket, vezesse ezt a dolgot, hogy tőle való legyen, és ezek működőek legyenek, hogy ne a levegőt vagdossuk, meg ne ilyen színjáték legyen. Majat is láttam már, hogy egy ilyen szinte ilyen sót csinál valaki ezekből, tehát ezek nem így működnek. És az is igaz, hogy ez sokszor ilyen misztikus az embereknek. De fontos, hogy kutassuk, hogy zörgessünk, és az zörgetőnek megnyitatik. És az is fontos, hogy természetesen, hogy ne legyen egy jó értékrend, és ne legyen eltolódás, hangsúlyeltolódás, tehát, hogy ne az legyen a fókuszban, hogy valaki állandóan minden bokorba démont lát, bocsánat, vagy hogy
hogy ne az legyen a fókuszban, hogy a karizmáknak a állandó keresése, bár inkább a másik véglet szokott lenni, hogy inkább sokan így, sokan nem foglalkoznak ezzel annyira, mert ez sokszor tényleg, tehát ahogy elmondtam, nem olyan teljesen világos sokszor sokaknak. És egyébként tényleg az, hogy karizma, az ne az, hogy karizmánia. Tehát, hogy aki például nagyon belássa magát, és már minden, tehát én démon szakértőnek akarja magát kiadni, meg minden, hogy ő, meg mindent már nevén nevez, meg ilyesmi, és állandóan minden probléma mögött démont lát, és mindig azt tűzi, az is lehet irrealitás, de a másik irrealitás meg az lehet, amikor a, úgymond a hívő az majdnem, hogy materialista, tehát, hogy nem elviekben vallja a hitet, meg vallja a Bibliát, de gyakorlatban már a szellemi dolgokat nem veszi komolyan, vagy nem hisz benne. Főleg ez az ilyen vallásosabb, tradicionálisabb vonalon, tehát ez a református, meg egyéb ilyen vonalon van, hogy, és tisztelt a kivételnek, meg az ilyen antikarizmatikus vonalon, hogy úgy vannak vele, hogy ezekkel nem kell foglalkozni, hogy démonűzés, gyógyítás, nyelveken szólás, és így tovább. Tehát, hogy, és persze mondom, pont most beszélgettem valakivel, hogy azért részben valahol ezt tehát meg lehet, hát nem, hogy meg lehet érteni, de tehát az a lényeg, hogy azért van ez, mert látták a túlkapásokat, meg látták az irrealitásokat a karizmatikusoknál, és akkor úgy vannak inkább vele, hogy akkor ezt inkább hagyjuk. Mert tényleg az az őrület, vagy az, ami sokszor látható mondjuk akár ilyen videókon is, meg ilyesmi, mit művelnek, úgymond idézve karizmatikus vezetők, meg milyen irrealitások, tehát igen, az probléma. És én is azt tudom mondani, hogy nem olyan sok ember van, akit ismerek, aki hitelesen és tényleg jó szellemiségből és szeretetből és hitelesen hatékonyan tudja ezt a dolgot gyakorolni, hogy mondjuk démont is űz, meg karizmák, meg látomások akár, vagy, és ez tehát lényeget kimondva, amikor olvasok kritikai könyvet, vagy hallok kritikai megjegyzést a karizmák használatáról, akkor őszintén szólva nem tudom azt mondani, hogy teljesen alaptalanok a vádak. Ugyanakkor a másik oldal pedig az se jó, tehát a két szék között ne essünk a pad alá, vagy a lovon is, tehát a lónak egyik oldalára se essünk le, hanem a lovon ülni kell az utat. Az út az olyan, amin járni kell, és egyik oldalra se jól letérni. És fontos tehát, hogy ne essünk bele se a hitetlen antikarizmatikusságba, meg a vallásoskodásba, ami az erejét már tagadja, a Szent Szellem erejét már tagadja, és ilyen üres sokszor, de ne essünk bele abba se, hogy a hajszolása, a csodák jelek hajszolása, kutatása, meg ilyesmi, mert azt tudni kell, hogy mi nem a jeleket és a csodákat követjük, hanem azok követik a hívőket. Hogyha a hívő követi Jézust, akkor ezek követik, ezek a dolgok. De ezek lehetnek olyanok is, például nekem is most a munkámban, hogy sokszor be kell jutnom mondjuk egy helyre, akkor pont akkor jön oda a tulajdonos, amikor én odaérek, és mondja, hogy nem is járt itt mostanában. Tehát amikor ezek is ilyen kisebb csodák. Persze most nem akarom elbagatelizálni, mert nyilván mindenki szeretné azt, aki szerintem egészséges hívő, azt szeretné látni, hogy tényleg olyan erő megnyilvánulások, mind amiket az apostolok cselekedetében olvasott, hogy olyan gyógyulások, olyan szabadulások, akkor lássunk meg. És hát tudom, hogy van, akiből ez már ez a vágy, ez valahol kiment, kiveszett, mert hát a halogatott reménység, de én azt mondom, hogy ne adjuk fel, nem mondunk le a csodákról, nem mondunk le arról, hogy igazi megújulásokról, és ezek működnek, az ige, az inkább legyen az ige igaz, az ember pedig hazug, és ezért pontosan nagyon veszélyes a csodák is jelek után menni, mert azok is lehetnek csalások is, vagy nem olyan szellemiségből, ugye, hogy megvan írva,
hogy a sátán átváltoztatja magát, és utánozza ezeket a dolgokat, illetve ilyen csodákkal próbál meg a sátán is, tehát akár én olyat is tudok, hogy valamelyik hívő azért kezdett el a kultizmus felé menni, mert ott látott dolgokat, és a egyházban pedig már annyira nem látott dolgokat, ilyen például természet feletti, tehát ez is vigyázni kell. Ezzel is nagyon vigyázni kell, és hogy mondja az igaz, hogy mindent megvizsgáljunk, és ami jó, azt megtartsuk, és ezért veszélyes még az embereknek a követése, amikor egy csoport, egy gyülekezet, egy ember köré csoportosul, mert ha az az ember akár hazudik, vagy hamisan profétál, vagy hamis jeleket tesz, vagy felfúvalkodik, és követik az emberek, akkor magával rántja az embereket is. Tehát egyes felekezetekben túl nagy tekintélyt kapott a vezető, és vakon követik, és beképzett lett a vezető, és ezeket a dolgokat az Úr már kezelésbe vette, és már lepleződnek le ezek a dolgok. Nagyon erősen lepleződnek le, és itt is az a bölcsesség szerintem, hogy egy józan és reális képet lássunk mindazokról a közösségről, vezetőkről, és ne essünk egyik végletbe se. Nem fekete-fehér sokszor a dolog, tehát ne vessünk el mindent, amit képviselnek, de ne is fogadjunk el mindent, hanem a Szent Szellem vezessen. Amen.